Sziasztok! Egy ideje már beszélgetek az emberekkel, beszélgetek és figyelem őket, és azt tapasztalom, hogy nagyon sokat görcsölnek az életükön. Kis dolgokon, nagy dolgokon, mindenfélén. Van egy buddhista mondás, ami így szól, hogy meg tudod változtatni azt, ami történt? Ha igen, akkor mi szükség van az aggodalmaskodásra? Ha nem, akkor mi értelme az aggodalmaskodásnak? Persze én se a hegyekben meditálva jöttem ezekre a dolgokra rá. Én is megtapasztaltam azt, hogy mit jelent görcsösen élni. Sőt, még azt mondom, hogy az átlagembernél sokkal görcsösebben éltem mindenen, de megfelelési kényszer, leginkább magamnak, teljesítménykényszer, mindenhol a maximumot nyújtani. És rengeteget agyaltam, rengeteget görcsöltem mindenen. Aztán az élet megtanított rá, hogy igazán ennek semmi értelme nincsen. Amikor 28 évesen egy stroke után ott feküdtem a kórházi ágyon, elgondolkoztam rajta, hogy most ez így megérte? Tehát, hogy egy látszólag teljesen értelmetlen dolog történt, amit nem tudtam előre kiszámítani. És még csak görcsölni se volt alkalmam rá, mégis bekövetkezett, akkor most minek frusztráljam magamat olyan dolgok miatt, ami nem tudok változtatni. És igazániból ez volt az a fordulópont, amikor elkezdtem változtatni a hozzáállásomon. Mert ha már az életnek is van humorérzéke, hogy így megviccelt engem, akkor most én miért, nekem miért kéne annyira komolyan vennem a dolgot? Hogy miért kéne nekem feszengeni folyamatosan? És azt tapasztaltam az egész felépülésem során, hogy sokkal egyszerűbb volt úgy, hogy játékosan. Mindenből játékot csináltam. Az egyensúly érzékemet elvesztettem, ezért a járdaszegélyeken próbáltam végig gyalogolni. A kórháznak az összes járdaszegélye ismerte már a talpaimat, és élveztem, és jó volt. És kaptam, kórházban töltöttem a névnapomat, kaptam egy kis kék labdácskát a szobatársamtól, egy 80 éves bácsitól, és azzal dobálóztam, játszottam, hogy a mozgáskoordinációmat visszaszerezem, és sokkal élvezetesebb volt, mint azon görcsölni, hogy úristen, mikor szerzem már újra vissza az egészségemet, mikor leszek már jól. És ez volt az út, amit megtanultam élvezni, hogy egy kicsit visszatérni a gyerekkorba. Van egy szanszkrit szó, egy nagyon szép szó, úgy szól, hogy Maitri. Ez egy szóban azt fejezi ki, hogy feltétel nélküli barátságosság önmagammal. Gyönyörű szó, kár, hogy nekünk egy szóban nincs ilyen a magyarban, hogy mindig, bármilyen körülmények között jóban vagyok önmagammal. Akkor is, hogyha padlón vagyok, akkor is, hogyha... Mert akkor nagyon könnyű, amikor élvezzük az életet, amikor éppen valami nagy élményt élünk át, de akkor barátodnak lenni, önmagad barátjának lenni, amikor mélyen vagy, az egy feladat. És hogyha megtalálod magadban a belső, a benned élő gyermeket, akkor ez sikerülni fog. Mert igazániból nem kell a boldogságodat a céltól függővé tenni. Egyrészt azért, mert a célt nem biztos, hogy eléred, másrészt azért, mert a cél az egy pillanat, a cél elérése az egy pillanat. Az utazás az a hosszú. Gondolj csak bele, amikor a gyerekek keresik a húsvéti tojásokat. Hogy keresik? Nem úgy, hogy a francba itt sincs, már hol van az? Nem. Jaj, itt nincs, hol lehet? Hol a tojás? Azt a minden. Így, hát akkor hova rejteti? És lelkesen keresik, és folyamatosan a mosoly, a lelkesedés, az öröm bennük van, mert lehet a keresés, az utazás is egy élvezetes folyamat. Hogy ne csak attól tegyük függővé a sikert, a boldogságot, hogy elértük-e a célunkat, hanem éljük meg a pillanatot, legyünk jelen, és legyünk játékosak. Hogy
élvezzük magát az utazást, mert a célba érkezés nem biztos, hogy élvezni fogod. Ezért szívből kívánom, hogy éld meg azt, ami van, bármi is az, hogy legyél a jelen pillanatban, és élvezd az életet, és találkozz minél gyakrabban a benned élő gyermekkel. Köszönöm szépen!